kettő kisebb kapcsoló, ami változtatja a teljesítményét. Itt fix teljesítményen működik a készülék. Ez egy úgynevezett ózongenerátor, amelynek beüzemelését, használatát mutatja Jovics László, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által minősített szakember. Ez a kis gép sterilizálja az adott tér levegőjét, megszűri, megtisztítja mindenféle kórokozótól, ami a jelen járványügyi helyzetben kiemelten fontos. Három ilyen készüléket vásárolt a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, amelyeket a Dunajvárosi Mentőállomásnak adományoztak múlt pénteken. Három darab ózongenerátort sikerült szereznünk az elmúlt három napban, ami gyakorlatilag az országban is csodaszámra megy, mert hogy elfogyott nincsen, és hát az utóbbi időben ugye a koronavírus fertőzöttek száma miatt úgy gondoltuk, hogy ha valakit kell segíteni, akkor az első lépcsőt kell segíteni, ez pedig azok a mentőszervek, akik egyébként életüket kockáztatva jönnek hozzánk és próbálnak rajtunk segíteni. Őket kéne talán a legjobban megvédeni, azt gondolom, ezért úgy gondoltuk, hogy három darab ózongenerátorral próbáljuk segíteni az ő munkájukat, hogy legalább az ő biztonságuk és az általuk szállított betegek biztonsága, akik egyébként esetleg nem is fertőzöttek, az ő biztonságuk is maximális legyen. Mint azt az adományátadón elmondták, nem volt könnyű beszerezni ezeket az ózongenerátorokat a jelenlegi helyzetben, ám végül sikerült találni egy beszállítót. Privil Sándor barátom hívott föl hétfőn, hogy valahogy segítsünk a mentőállomáson, és egy ózongenerátort próbáljunk vásárolni a kialakult helyzetre való tekintettel, és felkerestünk nagyon sok céget, hát mindegyiknél hiány volt, de nagyon nagy hiány, és már az utolsó e-mailt is elküldtük, amikor felhívtuk őket, és kaptunk egy telefonszámot, hogyha van valakinél, akkor ennél az úrnál lesz, és mondjuk el, hogy milyen cél vezérel minket, mert hátha tud biztosítani legalább egy darabot, mert annyira hiányciklet hirtelen Magyarországon ez az ózongenerátor. Felhívtuk a beszállítót, és elmondtuk neki, hogy miért is szeretnénk vásárolni Dunajvárosnak egy ilyen készüléket, legalább egyet, hogy ezzel is megakadályozzuk a vírusnak esetleg a tovább terjedését, és azonnal mellénk állt a beszállító cég, és azt mondta, hogy akkor nem is egyet, hanem három gépet meg tudnánk tőle vásárolni, mert már most csak és kizárólag egészségügyi intézményeknek, katonai, illetve rendőri intézményeknek, szervezeteknek fog árusítani, és hogy innen is köszönjük neki ezt a partneri viszonyt, hiszen két nap alatt leszállította ezt a három készüléket, hogy minél hamarabb ide kerüljön a Dunajvárosi mentőállomásra, és el tudják kezdeni a mentőknek a kezelését. Több százezer forintos eszközökről van szó. Az ózongenerátorokat az esetkocsik fertőtlenítésére fogják alkalmazni. Jovics István helyi szakértő, őt kérték fel arra, hogy segítsen beüzemelni, megmutatni a használatukat. A mentőgépjárművek fertőtlenítésére a kabin, vagyis a tér, ahol a beteget ellátják, ott, hogyha egy vírusfertőzött beteget szállítottak, utána, ami tárgyhoz hozzáért, vagy megtapadt rajta a vírus, azt fertőtleníti ez a készülék. Az ózon hatásával minden élő orgazmust elpusztít, és ezért nem szabad élőlénynek a kezelt térben lennie. Különösebb speciális műveletet nem igényelnek a generátorok. El kell tekerni az időkapcsolót rajtuk, a gép pedig jelez, ha végzett. Egy mentőautó belsejének fertőtlenítésével akár 1-3 perc alatt végez. Mindent, a penészt, a gombát, vírusokat és baktériumokat is elpusztít, amivel kapcsolatba kerül. Az ózongáz nem csak a vírusokkal és a baktériumokkal lép kölcsönhatásba, hanem minden egyéb, akár kellemetlen szagot okozó részecskékkel is, amelyek a padlón, ülésekben, üléskárpitban szaporodhatnak fel az idők során.